T2-es busz projekt. Hátsó rész kitakarítása következik. Mindenek előtt 3D nyomtatóval készített első jelvényt. Nem is tudom hány nap csiszolás után most befújjuk egy ilyen alapozóval, ami műanyag alapozó. És ezt lecsiszoljuk, és ezt utána megint lefújjuk, és utána lehet festeni. Nézzek bele egy jó rádiót. Hát 90%-ban mondhatni, hogy most már kész van a kis busz. Viszont közben már október vége van, hétvégén már konkrétan november lesz, és így most egyelőre bemegyünk a garázsba, és megvárja a kicsike a baszt. Most konkrétan a garázs fele megyünk, és ha minden igaz, akkor útközben valahol még forgattak egy jó kis filmet, csak közben elég rossz idő lett, de reméljük, hogy azért találunk egy-két szép. You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. They say life's about to end. If you wanna be someone, you don't have to wait. You just have to change. Egyébként teljesen könnyen vezethető.
nem érdekelte, de mondta, hogy adja meg a számot, és van egy ismerős, aki ilyet keres. Úgyhogy aztán megkaptam a telefonszámot, tőlem 200 kilométerre volt az autó. Én már annyira nem bíztam ebbe az egészbe, hogy rengetegen hirdettek úgy meg T2-esek, ez még oda mentem, akkor T3-as volt. Ez is egy ilyen nagyon eldugott faluba volt ez a hely, és szinte 100%-os voltam benne, hogy egy T3-as buszról van szó. És egy évig, képzeljétek el, fel se hívtam ezt a telefonszámot. És aztán rá egy évre, amikor épp Imolával autóztunk, akkor mondom, gyere menjük, autózzunk el arra, és nézzük meg, hogy miről van szó. Felhívtam a telefonszámot, megnéztük, és ott állt a kert végébe egy diófa alatt letakarva ez a kis busz, amelyik már akkor hihetetlen módon, de már több mint 10 éve ott állt. És ez azért nagyon érdekes, mert olyan jól letakarták, meg nem földön volt, hanem alul is rá volt állva egy ilyen fóliára, hogy gyakorlatilag nap nem sütötte, mert diófa alatt volt, házi nem ázott, és úgy megmaradt, hogy konkrétan semmi rozsda nem volt benne. És akkor, amikor megláttuk, akkor nagyon megörventük, és haza is vittük a kis buszt. És hihetetlen, hogy én vagyok a második tulajdonosa, nagyon kevés kilométerben is van, mert az illető keveset járt vele, hála Istennek, nincs rajta semmilyen féle gányolás,